fiúk, lányok, tudjátok, hogy most hova kerültünk, hova lyukadtunk ki? Hogy itt van a játék, a Dead Rising 3 végigjátszás vége. Itt vagyunk az ágyam körülötte, egy jó kis kufirc kereteim belül mondom azt, hogy hello, hogy vége. Véget fog érni ez a végigjátszás rész, 30. jubileumi, szilveszteri, karácsonyi, illetve szentgyaromos napot ünneplő részünkhöz érkeztünk, meg egy dildóhoz érkeztünk. Fasz! rendesen bemutatkoztál így az utolsó részben, így van. Jobbra nem is számítottunk, vigyük el Annie-t a repülőhöz, és a többiek is, természetesen a feleségeink, és még kiválasztottunk egy, vagyis egy kiválasztottat a dildó csapatból, Júliát, ők fognak felkerülni még arra a gépre. A többiek pedig, hát, ne veszünk róla. Tatár biftek lesz belőlük. Nem voltam sohasem embergyilkos, vagy valami. Nem voltam sohasem embergyilkos, harmadik részben lőttük a motorosokat. Addig én veszek elő kávét, hogy ne! Elvett a fegyveremet, Annie. Amúgy ne köszönjünk, mi is köszönjünk, nem kell köszönni. Ja, de... sziasztok, hát... Igen, de amúgy Annie elvette, ugye álljunk már meg egy picit. Jaj! Leestem. Annie, kérem vissza a Daryl Dixonos számszer íjamat, mert te egy kurva vagy, te nem tudod használni, te neked a óvszer elég jó csak. Na, hát de még 14 éves körülbelül. Hát lehet, ő Paula Channel. Be is basznak. Na álljunk már meg egy picit, mert menekül ez a nő. Hát, én itt várlak titeket. Na, jó, megvan. Hát, két hónap alatt azért kifugáztuk ma minden. Végigvittük ezt a játékot, úgy ahogy. Én büszke vagyok azért magunkra, hogy megint sikerült a két hónapot körülbe tartani. Na majd a Dying Light followingot még. De hát ez is még lesz két hónap alatt. Igen, szerintem a nyár alatt az meg lesz bőven. Ugye? Aztán utána, hogy mi lesz? Azt valaki tud valami jó ötletet, az le is írhatja, hát ha gondolja. Néha ilyen hetent egyszer felhívjuk egymást, beszélgetünk. Ilyen fekete képernyő, és feltöltjük YouTube-ra. Hát, GTA Online az ugye ilyen örök, mondhatjuk úgy is. De azért valami kéne, úgyhogy írjatok már ötleteket, ha esetleg... Igen. Ha idáig tudtok valamit. Megnéztétek a videót. Igen. Ha valami, amit szívesen látnátok úgy ti is, ettől a két szerencsétlentől. Meg úgy egyébként is. Na jó, majd... kapunk 0 kommentet ez a videóhoz is, meg 3 dislike-ot. Nem, majd én írjuk a fake profilra. Próbáljátok ki a GTA 2-t. Igen, tehát olyat ne írjatok, ami nem kópos, mert az a sokra nem megyünk, ha írjatok, hogy izé játsztok már a GTA 5-tel, vagy valami. Vagy a Saints Row... Saints Row? Na, Assassin's Creed 4-jel. Mehetünk? Várjál, kell még kaja, mert ki tudja, mi lesz itt. Ha sose lehet tudni, én felkészültem nagyjából. Még erre sose lehet felkészülni. Én is már van nálam egy kaja. Ezt nem hamboszok a feleségemnek adni, hogyha gondban van. Keri. Úgy rendesen normálisan felöltöztünk, öltönyben minden. Meg bugyutább maszkorákban, szóval nyugodtan. Ahogy ez volt a mi szimbólumunk egész végigjátszás alatt. Mehetünk? Na! Are you ok? No, I'm just any... Yeah. CJ! Hoppá, miért? Mit keresett a tuber... Ezek, hogy miért? A tuberkolót is az izé... hogy hívják ezt a nőt? Te a háttérben nem is olyan ruhában vagy, mint most. Hogy hívják ezt a nőt? Várjál. Zelda. Hú, nem tudom. Ez a... Isabella Keyes, vagy Keyes, vagy... Keyes. Nekem, te, Keyes. Keyes. Government, nem, azt mondom, Governor. Kormányzó. Walking Dead. US Army. In a Hungary Army. Hát ilyen Walking Dead-es, mit tudja...
itt a szarolgot napalmmal bombáznak, tudod. Tudod, ide küldenék a izenét, a magyar katonaságot, azt nem azok öldökléséget egymást izé dugnák a Nem, magyar fegyvercsővel. katona, magyar katonaság camping biciklivel szalókra jönnének, hogy valami. Én már nézném így messziről a szalóknak a bombázását, ilyen, azt ilyen közben ilyen sénes férfi ember így fogdosnak ölelne. Amúgy én az... arra gondoltam, hát most már később bánat, hogy úgy kellett volna felöltözni, hogy mint a adapruhánk, tudod, a szerelőruha, meg ez, ami Dicken is van. Na. Mi a baj? Hogy érted? Ám, oh my god, azt mondják. Kárlító? Mi a cigányok? Kárlító. Mallon. Kinek a csecse egy nagy ballon. She's looking for Megkaptam a monitor. Mit baszlagod gyorsan, így locsol? Ja, magas nyomású van, egész monitor, kirepülne a monitor ablakon. Hát jó, átkaratyoltuk a átvezetőt. Mindenről volt szó, csak a sztoriról nem. I need your help. Mindenki magas sarkúba? Bazd meg! Vettük észre, Isabella. Na. Sex container. Ott van nálunk, hogy 50 fegyver, nekiállunk ütlegelni őt. De remélem a lányaink maradtak. Micsoda? Most tényleg átvert minket? Erre nem is emlékeztem már. Azt hitt ez rendes nigga. CJ. Kurva anyádat. Na. Amúgy, hát de hány endig jön ennek a játéknak? Tehát, hogyha nem öljük meg Gerit, akkor ez máshogy is végzetetett volna? De várjál, mert hol van... Ronda. Igen. Azt hittem már Dickkel ott izé... Ja, én vagyok Dick, akkor most sem. Tényleg? Hát hol van Ronda? Lehet, hogy ő ilyenkor meghal, hogyha nem úgy Geri volt, is hogy meghal. Megharapják. Hát de ugye mi a Gerit megöltük így, az kimaradt az a néz, tudod? Tényleg. Azt a mennyi élete van ennek a... Á, Crane! Dying Light! Érted, Crane? Ja, azt én úgy így a csávot. Hogy kéne ezt megcsinálni? Hát így, fasz. Ha? Lejjebb ment a fasztona. Fasz érzékeny. Amúgy azt, mondjuk azt ki gyorsan. Fasztunk el. Amúgy azt a pontokat lőtt, tudod, amit kiválja előbe azok a kis sárga. Itt oda, honnan leesett most a... Ha? És lerobbannak a... Azt, ahogy megy lefele! Au! Rám dobott egy ilyen ja, ez a markolója. Mondom, rám dobott a kereket. De mondjuk elég sok ital van. Nem tudom, itt ilyen alkoholista kikötői munkások dolgoztak, vagy mit tudom. Ó, kommandó. Ó, RPG-vel! Kedve Star Stable. Hol? A feleségeink? Jól vannak? Jól, tökéletesen. Mondjuk egy ollót adtam Kárinak, ügyesség. Facizunk? Facizunk valaki. Annál nagyon vagdasság, vagdolják, mert minden vagdolják. Menszától vagdolnak. Vagdalt hús. Most mit kellene külön? Dodge roll. Control. Minden. Zé. Kontroll? Mit zombik is vannak itt? Na minden van majd te. Itt azt olyan Tesco. Ábizsába. Ez nem lesz ez így jó. Nézd már! Nézd már! Júliana mennyi élete van! Így ábort! Ne, Júlia! Gyors! Na. Vaj, nekem Annának mondja, is! Meghalt. Nekem azt mondja, hogy meghalt, közben itt áll. Nem, hát tényleg azt írja. Azt írta, hogy meghalt. Valaki egyetek egy kis káposztát, Anna, tessék. Keri, itt a pizza, Keri! Állj már meg, Keri! Te kurva! Keri, miért nem állsz meg? Akkor így áll! Így áll, ha nem kell pizza. Na, kösz. Na. Hú. Ó, Kerit fejbe csapták, izé, markoló! Hát nem kell ide renderelni. Renderelni? Azt kell nem, ezt a videót kell meg renderelni. Rendelni őket.
Hú. De most mit kell ezen lőni? Hát ez... Nézd már meg, hát mondd dőlni sem lehet. Dodge-ról, mindig azt egy dodge-ról, nem vágom most. Az hát a dodge-ról... Nem, a dodge-ról, amikor ott így... Így gurú, ezt tudod, amikor hát, a gombban dodge-ról... Most kell kivédeni, gondolom a támadását. Igen. Na jó, de hogy öljük meg? Mert a HP-ja nem megy lejjebb. Vagy nekem van ilyen... faszfegyverem, de hát ez semmit le... Ó! Oh! Belesebzett a faszfegyver. Jó, van, hogy én rakétavetővel az egészet most már. Komolyan. RPG, RPG. Na. Én fogom már végig meghalni itt a utolsó részbe. A picsába. Ez van minigen is a földön. Az kéne. Valaki segítsen már! Ha itt vagytok, a lányoknak beszélek, nesnek, néznek. Mi van? Neki nagyobb a pöcse? Vagy mi, hogy nem akarom már megvédeni? Hú, Júlia, nem már annyi a életedeje, mint egy izének egy... béka lábnak. Ne. De Kerinek is? Nem, Annának, Annának, nem Kerinek. Etetés, tiszta ilyen etető szimulátum az a játék. Szimszálom. Babát etet, igen. Éles, nem megy le a éjség. Van nem, nem tudom mi, és Sonka. Kinek adjam? Annának adom. Tessék, Anna, egyen. Ah, de elrepült, én mellettem. Ho! Na. Tudja, ez a most meg fogsz halni, Red? Ennyiről köcsögni, Ger. Vagy majd mondja, hogy jaj, kérlek, bocsáss meg, ilyesmi. Én megbocsátod, és jó Istenem. Gerihez letúrnak to the safe zone. De minek? Vagy miért? Hát beszarok. Vissza, mert már nem tudjuk hozni. Kári, ott akarsz? Kári egy öngyilkos. Értetek, teszem. Meg kell tennem. Mint az izét, a Walking Deadben volt a kutatólabor, vagy mi az, ja, ott, ott maradtak. Hát ez kemény. Az Kári, a feleséged itt akart maradni. Fel fog robbanni. Hát, ha ő így döntött, hogy nem akar ebben a macskos világban tovább élni, támogatom akkor mindenféle döntését. Támogatom minden... akkor is online már offline. Nem az, hát ha ő így döntött, én nagyon sajnálom, hogy feleség nélkül maradtam, de itt marad nekem akkor Júlia. Nem, örökre, én örökre izén maradok már. Ateista, vagy hogy mondják azt, akinek. Remete? Remete, az. Vagy ez az Isabella kejeszveli össze. Né, már még megként, büdös nigger. Semmi rasszizmus. De mindig a néger lesz a rossz fiú a végére, nem? Lásd, Big Smoke, izé, Ryder, Red. Lance. Lance. Na-na. Még téged is le kell győzni, te köcsög. Alt, 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 most kell altot nyomni. Alt, 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 alt. Majd én, bocsi. Akkor nem én. Addig lövöm, te addig üsd. Ez az Anna, ez az, látom a vaginádat. Jaj, de jó, nekünk. Hú. Ne menjetek olyan közel hozzám, beteg. Ne, ne kapjátok a... Mi ez, hogy egybe oldottatok. Így olyan, mint a pöcsödön lenne. Meddig maradtuk úgy? De miért? Neked én nem mozgok? Nem! Ja, mert én közben itt öldöklöm őt. De a lányok meg nem ütik őt. Meg nem tudok fegyvert se váltani. Valami nagy zég. RPG, RPG, elosztok. Bú! Nem mozdultunk mi? Nem, nem mozdultunk. Mert én közben itt magdosom őt, nem megy lefele a HP-ja? Nem, nem, itt baj van. Mert nekem megy lefele a HP-ja. Akkor megpróbálom megölni őt. Nem tudom, egyszerűen áll itt nekem. Na, mint ha megmozdultál volna egy kicsit. Hát ez kemény, milyen bosszat nem tudok, nem tudok fegyvert váltani. Ezek ilyen sziámi ikrek. Nekem leütöttél, na mindegy.
Hát most lement egy... Csík HP, most jön a következő, jó, megy ez. A lányok is sétálgatnak, mindjárt felhozunk egy-kettő cigicsikket. Adok nekik addig HP-t, nem tudom nálad az látszódik-e. Semmi. Itt van egy csőr. Júlia, sör. Na. Ennyi. Meghúzt. Red. Hát valami nagy szar volt most. Jó, pötyét ütjük. De... Ő a Red amúgy, de mi vagyunk Redek. Hoppá. Júj! Annie. Integ, ami a Star Trek? Integ. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? That's Hemlock voice. Orphan? Az nem a árva? Mi? Orphan. Ne. Fogalmam sincs. Orbán. Orbán. Ki az a Orbá? A jó ember adott nekem húsvétkor is 10 000, meg a folyatékosokat nem, nekem is adott, vagy valami ilyesmi. Ajándék. Oha, ez egy ajándék. Sexy time. De mit csináltam? Anna megöl mindkettőnket. Mit csináltak ott? Ó! Hát... Ennyit erről, én feleségem. Szerintem Anna csatlakozni fog Kerihez. Ezek után. Igen. Na hol van Rondo? Most meghalt? Miért nem úgy megbeszélték, hogy meghalt, csak mi nem is figyeltünk? Nem mondták. Hát ennyi. Amúgy az volt szimpi a karakter. Sok minden nem csinált, csak magyarázott. Csak a repülőgépet csinálta meg, sok minden nem csinált. De jó! Most meghaltunk? Mert nem indult el a gép. Nem indult el a gép? Nem indult el a gép, hát ott beállt a hajtom, és jöttek közelebb a zombik. De miért Carlito Case. Azért, mert megöltük Garyt. Waiting for other player. Ne, ne bassz fel! Nekem most fekete képernyő. Hát most nálam is fekete képernyő. Nálam vörös képernyő van jelenleg. A agyamba. Nem, szerintem nem. De most mire kaptunk? Izét, milyen tervezet, majd mikor tudjuk azt használni? Ending C. És meghaltunk mindannyian? Nem! Keri, jól döntöttél. Hát akkor gondolom 3 ending van, nem? 3. Jó, hát ez is egy végigjátszás. Igen. Ezt nem hiszem, hogy olyan sok helyről láthatták már emberek. Úgyhogy... Hát beszarok. Most azért meg megöltük Garyt, ezért nem csinálta meg a gépet. Ronda, mert meghalt. És egyébként amúgy jött volna amúgy enni apja. Azt tudom még a végigjátszásomnál. Chuck Green, a Dead Rising 2 főszereplője. És... Herschel Green. És Annie szerepel a Dead Rising 2-ben, mint kislány. Ezt még el akartam mondani. Hát elmondtam volna akkor is, mikor már találkozunk, de nem találkozunk már így. Hát... A faszra gondoltam volna ezt. Most meghaltunk mindannyian? Hát szerintem meghaltunk, ha már... nézni. Oda volt írva, hogy mit tudja, mit csináltak. Mert hogy ugye... Mert ugye elindult, aztán leállt a gép, és ugye jöttek egyre közelebb a zombik. És hát kettő férfi... Hát meg tudtuk volna venni a zombikkal, nem tudom mi van itt. Meg nem is harcoltunk izé Hemlockkal. Nem harcoltunk mi. De előző végigjátásban te találkoztál Hemlockkal, nem?
Aha. Most az is kimaradt akkor. Na majd mindjárt vágás. Megnézem a videó végét, hogy mit írt. Hát csak tudjunk már meg, hogy mi van a főszereplőink. Ez kicsit szomorú vagyok. Egy Ezért másfél órát. harcoltunk. Na, mit most itt van? Én most itt vagyok. Ezért harcoltunk, ezért voltunk női ruhában, hogy meghalljunk a végén. Vágás. Itt van. Valószínűleg meghaltunk, szóval... Hát bocsánat, hogyha valakinek csalódást okoztunk ezzel a befejezéssel. Ez volt a mi közös kópos befejezésünk. Hát, amennyire néha ilyen racsisan közlekedtünk, mozogtunk, játszottunk, így volt racsi a befejezése is. Hát én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok a 2 hónap alatt. Montés videó várható, majd. Ja, meg véleményt még mondunk itt majd a videó végén. Igen, mi is mondunk egy véleményt a Dying Light végén, mondtunk. Először kezdtem. Hát, rendben akkor, hölgyem. Igazából, hát sztoriban nem éreztem annyira nagy áttörést. Dying Light-ba sem mondjuk, de szereplők egyáltalán nem volt semmi jellemük, tehát ez a Dick, meg ez a Dick, hogy hívták ezt, Carlito, semmi jellemük nem volt, az biztos. Meg, hát játékélmény, ez jó volt, hogy lehetett craftolni fegyvereket. Meg így, jó, hát más játékokban is lehet. De azért csak... Ja, jó, épp mondtad, ez már nem lesz. Mondd inkább te Nem, majd szerintem addig. ebben a játékban, hogyha valaki fogékony rá, megvolt a hülyéskedésnek a varázsa. Igen. Hogy Tehát így lehetett nőnek bármit lenni be lehetett azért. öltözni, bármit fel lehetett venni, akkor egy csomó helyre be lehetett menni, akkor voltak ezek a társak, hogy jöhetnek. Az is attól függően, hogyha elég messzire elkerültek, elpárologtak, az is nagyon jó volt. Akkor a járművek, hogy voltak olyan utak, ami hosszú, nagyon hosszú egyenesek, így jól lehetett a járművel közlekedni, ott is lehetett craftolni, illetve a szereplők nekem sem nagyon tetszettek, kivéve amiket mi tettünk bele, így személyiség ügyileg minden. Amúgy azt vágott, hogy én kb. 2 mondatban lehordtam a játékot minden utolsó szarnak. De meg itt mondod a jó véleményeket rólad. Azt beteszem Steam-en izé jó ajánlottba, hogy jó játék, azt ennyit írok hozzá. Hát de igazság szerint előző részekhez szerintem sokkal jobb a Dead Rising 1 2-höz képest, hiszen már ugye már van egy nyitott tér, van egy város, ahol egy csomó, azt már mondom, csomó helyre be lehet menni. A boss time-ok nagyon tetszettek, azok tényleg nagyon jók voltak, majdnem mindegyik. Azt mondom, hogy jól ki volt dolgozva, most nem a szexesre gondolok egyből, a szexárba, az a sex shop, meg minden. De nagyon, voltak nagyon jó pillanatok a Szex játékban. áruház! Tesco-ba mész, ilyen vibrátorok mindenhol, szex áruház! Tudod, hogy kifelejtek valamit, de ezt majd elmondom a DLC-knél, mert úgyis végigviszem őket. De szerintem a fegyverek terén is nagyon sok volt. A zombik tömérdeken voltak, az is nagyon jó volt, hogy a nagyon, hát ez egy Xbox One nyitó cím volt annó, aztán csak meg ilyen PC-re is, nagyon sok zombit belepakoltak. Mit akartam még ezzel mondani? A város, meg ilyesmi, hogy tetszett, vagy hogy nem tetszett. Hát kicsinek kicsi volt, de akkor is nem lehetett azt szerintem észrevenni, hogy annyira kicsi lenne. Főként azért, mert mindig megállítottak minket úton útfén ezek a zombik. Majd elmondom majd még a DLC-knél, hogyha eszembe jut valami, biztos eszembe jut. Igen? Hát... eszek. De... igen. Dead Rising 4-et meg szeretnénk végigvinni, de hát azt még nem most. Majd... sokára. Új annyit gép akarok lesz. Még mondani, hogy... jobban éreztem magam, hogy Dead Rising 3 nem, mint a Dying Light végigjátszásnál, kópus végigjátszásnál. Így hangulatosabb volt, meg így viccesebb, de hát ez a téma miatt is, ugye. De Na, tényleg, ami én nekem... mindig én örültem, hogy leülünk, Dead Rising 3-ozunk. Jó volt, jók voltak ezek a pillanatok.
Annyi a lényeg, nem bántam meg, hogy végigvittük másik, vagy én meg végigvittem másodjára. Én Dying Light-ot se, meg most a followingot se bántuk meg, hogy elkezdtük, ugye? Hát nem. De hát az egy másik téma. Igen. Meg ami nekem nem tetszett, hogy időre ment kb. Minden. A mellékületések, meg valami egyszerűen a főküldetések is időre mentek azért. Tehát nem lehetett itt naposszakat körbe szexelni itt mindent, Hát tudom. meg... Mert időre ment, de azért végig lehet vinni. Végig lehet vinni, sokkal jobban be van osztva, mint előző. Ottan tényleg nagyon csak a kapkodás volt előző részeknél. Jól megcsinálták, hogy időre is megy, de azért nem kell annyira sietni. Azért még volt időnk. Igen, még el... dughattuk volna a feleségeinket. Így utoljára. Hát jó. Na. Köszönöm, hogy itt voltál velem. Vendégszereplő, játékos, kóvos, házigazdatársam. Sziasztok! És én is nagyon élveztem, hogy itt lehettem. Ebből egész ilyen zombulás közepette. Hát hiányozni fog azért. Igen. Majd lesz kóp nyú-nyú-nyú-nyú-nyú végigjátszás. Végigjátszott vagy 10-szer, 10 különböző emberre. Hát... Ennyi lett volna. Sziasztok, élő Sziasztok! társaim!